Méz jelentés elfogadta az Európai Parlament szakbizottsága az Erdős Norbert által előterjesztett dokumentumot. Ünnepel az ifjúsági Vöröskereszt, a tagozat a kezdetektől 1881 óta tevékenykedik hazánkban. Kiváló vállalkozást díjaztak, idén a Flabeg Kft. Kapta az év kiváló vállalkozó díját Máté Szalkán. Az elismerés már 4 éve osztja ki az önkormányzat. Elfogadta az Európai Parlament szakbizottsága a méz jelentést. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A Fidesz EP képviselője Erdős Norbert által előterjesztett dokumentum szerint meg kell védeni a fogyasztókat az Európán kívülről, leginkább Kínából érkező mézzel szemben, mert annak jó része bizonyítottan hamisított. Magyarország a 3. legnagyobb méztermelő az Unióban. A 2016-os statisztikák szerint meghaladja a 800 ezeret a méh családok száma, és több mint 20 ezer embernek biztosít megélhetést a méhészet. Az Eurostat adatai szerint az unión kívülről érkező méz 20%-a hamis. Ezek jó része Kínából származik. Többek között erre a problémára is megoldást keres az a mézjelentés, amit a Fidesz európai parlamenti képviselője készített. Erdős Norbert szerint az EU-nak nem csak hogy fel kell venni a versenyt az unión kívülről érkező, sokszor hamisított mézekkel szemben, hanem meg is kell védeni attól a fogyasztókat. Erre egyik megoldás a címkézések újragondolása. Ez a mézhamisítás elleni front egyik alfája vagy omegája. A mézjelentésben egyébként az szerepel, hogy a címkén legyen feltüntetve a származási ország. Ha esetleg vegyes mézről van szó, mit jelent ez, hogy mondjuk 70%-ban Magyarországról származik a méz, és 30%-ban mondjuk Ausztriában, akkor ez a két adat és a két származási ország legyen feltüntetve. Ez az egyik szegmense a mézhamisítás elleni küzdelemnek, a másik, ami nagyon fontos, ugye az Európai Unió az nem önellátó mézből, csak egy olyan 60%-ot állítunk elő mi, tehát importra szorul. A Magyarországon termelt méz 75%-a az Európai Unió piacán talál gazdára. A magyar fogyasztás azonban nem követi az itthon termelt mennyiséget, az átlag 0,7 kg évente, a németek ennek a 4-szeresét fogyasztják el egy év alatt. A magyar méhésztársadalom mintegy 20 ezer fő számlál, a legfrissebb 2016-os adatok szerint 1 millió 200 ezer méhcsalád volt az országban, ebből valamivel több mint 126 ezer Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Manapság most az a jellemző, hogy közel 80%-ot egy termelő lédiges formában értékesít, ami egy 1300-1400 forintos kilónkénti árat jelent a akácmézben, és egy 670 forintos árat jelent vegyes virágmézben. Nyilván ez sokkal több lesz, hogyha sokkal több lehet, hogyha ezt származási címkével megjelölve sikerül az Európai Unió piacain értékesíteni. A mézjelentést az Európai Parlament mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottsága már elfogadta. A közel 500 módosító indítvány 4/5-ét sikerült is rögzíteni. A hamisítás mellett a növényvédőszerek túlzott és nem megfelelő használatát is korlátozna, valamint fellépne a támogatások csökkenése ellen. A téma nyilvános vitáját február 28-ai plenáris ülésen tartják, az Európai Parlament pedig március 1-én szavaz róla. Idén ünnepli fennállásának 97. évfordulóját a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. A karitatív szervezetben már a kezdetektől 1881 óta tevékenykednek a fiatalok, külön tagozatot csak később indítottak. Többek között az anyák napi ünnepség magyarországi elterjedése is ehhez a szervezethez kötődik. Fontos a fiatalok minél korábbi megszólítása az egészségvédelem, a humanitárius eszmék és a karitatív tevékenység iránti érdeklődése kapcsán. Idén megalakulásának 97. évfordulója ünnepli a Magyar Vöröskereszt ifjúsági tagozata. A szervezet már a megalakulás követő évben első segélynyújtás tanfolyamokat tartott országszerte. A fiatalok azóta Vöröskereszt szerteágazó munkájából kiveszik részüket, sok gyermek pedig már egészen kicsi korában kapcsolatba kerül a szervezettel. A bázisovoda, bázisiskolai programunkon keresztül a gyerekek nagyon hamar megismerkednek az általunk képviselt dolgokkal, és gyakorlatilag felmenő rendszerben tudnak kapcsolódni a vöröskeresztes mozgalomhoz, az általunk képviselt eszmékhez. Akkor, amikor
boldogulniuk kell az életben, akkor nagyon sokféle készséget megtanulnak ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni. Például segítheti őket akár a pályaválasztásban is, hiszen nem egyszer fordult már elő, hogy az önkéntes első segélynyújtóink, akik kicsikoruktól kezdve versenyeztek, és ugye ez egy felmenő rendszerű verseny, tehát különböző életkori kategóriában szervezzük meg, hogy akkor utána már a hivatásukat is ilyen körben szerezték, tehát nem egy diplomás ápoló vagy mentőtiszt kerül ki közülük. A Vöröskereszt megyei szervezetének igazgatója hétfői 35 perc című magazin műsorunkban hozzátette, a tagok mellett nagy létszámú önkéntes segíti munkájukat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokat segítenek az olyan bemutatók, ahol egy-egy élethű helyzetet szimulálnak, képzett imitátorok játsszák el a sérülteket, az első segély pedig olyan magasan képzett, de laikus emberek alkotják, akik szakszerűen tudnak segíteni a bajba jutottaknak. A Flabeg Kft. Vett át idén az év kiváló vállalkozása díjat Máté Szalkán. Az önkormányzat negyedik alkalommal osztotta ki az elismerést a településen. Hanusi Péter polgármester a rendezvényen úgy fogalmazott, ezzel is szeretnék tovább erősíteni a város és a helyi vállalkozások közötti kapcsolatot. Mint mondta, a céljuk, hogy minél kedvező feltételeket teremtsenek a cégeknek, ezzel segítve nem csak a vállalkozások gyarapodását, hanem Máté Szalka és a térség fejlődését is. Mintegy 1200 vállalkozás működik jelenleg Máté Szalkán. Ezek a település életéhez is napi szinten kapcsolódnak, hiszen munkahelyet biztosítanak a helyi lakosoknak, illetve a város és a térség fejlődéséhez is jelentősen hozzájárulnak. A Máté Szalkai önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a településen működő vállalkozásokkal a hatékony együttműködést, éppen ezért minden év elején egy közös polgármesteri vacsorára várják azok vezetőit. Idén a negyedik ilyen vacsorát rendezték. Ezzel a vállalkozói támogatással a város épül, szépül, fejlődik, folyamatosan nő az iparüzési adó mértéke. Máté Szalkán a cégek árbevételei nőnek. Most is van olyan üzemünk, hagy nevezzem nevén, a Flabeg Kft., aki egy komplett üzemet telepít Csehországból Máté Szalkára, hiszen itt olyan az önkormányzati környezet, olyan a lakossági környezet, olyan a társadalmi környezet, ami a céget körülveszi, hogy érdemes ebbe belefektetni, és itt látják biztosítottnak hosszú távon a cég gyarapodását. Vállalkozások nélkül nem megy, ők azok, akik megtermelik nekünk azokat a javakat, amelyekből aztán mi tudjuk építeni, szépíteni a várost, és nyilván a közös fejlődés az, ami azt mondatta velem annak idején, hogy kell egy ilyen évente egyszer tartandó esemény. A pöttyös túró rudit is gyártó Friesland Campina Hungária hosszú ideje Máté Szalka meghatározó vállalkozásai közé tartozik. A cég legutóbbi nagy beruházása a desszertüzem építése volt 2014-ben, idén pedig további bővítést terveznek. Idén, illetve a jövő évben egy két és fél éves beruházási programot kezdünk el, aminek az elsődleges célja a kapacitásbővítés, illetve modernizálás technológiának a modernizálása, hiszen nyilvánvalóan a hatékonyság az élelmiszeriparban is egy meghatározó dolog. Az üzem kibocsátását tovább szeretnénk növelni, illetve új termékeknek a indítását, bevezetését szeretnénk a következő években előkészíteni. A vacsorán a város kiváló vállalkozása díját is átadták. Ezt idén a világviszonylatban is vezető szerepet betöltő, üvegtermékek előállításával foglalkozó Flabeg Kft. Érdemelte ki. A Flabeg cégcsoport 2000-ben települt Máté Szalkára, azóta számos beruházással bővült a vállalkozás. Idén további korszerűsítésekkel növelnék a termelést. 2017 év végén indult el egy jelentősebb beruházás, a gyártási kapacitásunkat akarjuk bővíteni. Ez azt jelenti, hogy az előző évben, ha számokról beszélünk, akkor egy 9 millió tükör az, amit legyártottunk előző évben egy év alatt, 12 hónap alatt, és ennek a duplázására készülünk a következő évben. Ez azt jelenti, hogy a nagyjából 18-19 millió tükör lesz gyártva egy év alatt a Flabeg Kft-nél a következő évben. Ez április elejétől fog indulni a beruházásnak a vége, március vége, és április elejétől fog indulni a bővített gyártás. Nagy Tamás azt is elmondta, nem csupán a termelési hatékonyságot kívánják növelni, hanem ezzel párhuzamosan új munkahelyeket is teremtenek, összesen mintegy 60-70 fővel bővítik a foglalkoztatottak számát.
A kisvállalkozók helyzetének javításáról tartott sajtótájékoztatót a Magyar Szocialista Párt Nyíregyházán. Csabai Lászlóné, a párt országgyűlési képviselőjelöltje kiemelte, programjuk fontos eleme, hogy javítsák a falvak és bokortanyák kisvállalkozóinak helyzetét. A politikus elmondta, az elmúlt években csapásként érte őket az online pénztárgép bevezetése, a dohánytermékek kivonása az üzletekből és a megemelt minimálbér. Ezért az MSZP szerint meg kellene emelni a mikrohitel nyújtotta támogatási lehetőségeket, és a 2,5 millió forint árbevétel alatti kisvállalkozóknál meg kellene szüntetni az iparűzési adót. Úgy gondoljuk, hogy az első és a legfontosabb, hogy ezeknek a kisvállalkozóknak egy olyan adó visszatérítés jelenjen meg a költségvetésben, ami az ő működésüket lehetővé teszi. Ha lehetett külön adókat bevezetni a nagyoknak, akkor azt gondoljuk, hogy lehet külön kedvezményeket bevezetni a kicsiknek, mert az ő létük az a magyar gazdaság szempontjából fontos, és a magyar középréteg kialakulása szempontjából fontos. Nemzetközi könyvajándéknapot szerveznek február 14-én szerdán a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A rendezvény célja, hogy minden gyermek, így a hátrányos helyzetben élők is könyvekhez jussanak, hiszen nincs mindenkinek lehetősége a vásárlásra. Ezért az intézmény egy napon keresztül reggel 9-től 18 óráig várja a régi vagy új könyvadományokat az intézmény központjában, a Szabadság téren. Nagyon fontos az olvasóvá nevelés folyamatában, hogy már egészen pici korban saját könyvekkel rendelkezzen, egy saját kis könyvespolca vagy kis könyvtára is legyen a gyermeknek. Tehát ennek ez a célja, hogy egészen kicsi korban saját könyvvel gyarapodjon a kisgyermekek házi könyvtára, amellett, hogy itt van a belváros szívében a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár, és innen bármennyi könyv kölcsönözhető az egész év folyamán. Disznóvágással és fogó pálinkával is várják az első nyírségi disznótoros fesztivál résztvevőit most szombaton Nyíregyházán a Sóstói Múzeumfaluban. Emellett színpadi produkciókkal is készülnek a szervezők, illetve lesz kolbásztöltő és pálinka verseny is. A fesztiválon nagyértékű ajándékok is gazdára találnak majd a tombola sorsoláson, melynek bevételét a József András Oktatókórház alapítványának ajánlották fel. Szombaton már 6:30 megnyitja kapuit az első nyírségi disznótoros fesztivál. 7 órakor kezdődik a disznóvágás, majd ezt követően az Árpád-kori faluban kijelölt helyen minden csapat megkezdheti a hurka, kolbász és más finomságok elkészítését. De a programok és az egésznapos gasztronómiai utazás egészen késő estig tart. 8 órától már színpadi produkció van, és nyilván azzal kezdünk, hogy a csapatokat bemutatjuk. 10 órától lesz a hivatalos megnyitója a rendezvénynek, ezt követően pedig színpadi produkciók, és próbáltuk úgy összeállítani a programot, hogy a néptánc, a népzene, a mulatós kategória, egy pici rock, illetve egyéb stílusok megjelennek a színpadon. Ezt azért tettük, hogy minél több embernek próbáljunk kedvébe járni. A verseny ideje alatt elkészült finomságokat a gasztronómia szakemberei fogják zsűrizni. A zsűritagok több szempontot is figyelembe vesznek a versenyételeknél. Ilyenek például a hús bontása, feldolgozása, az étel íze, színe és nem utolsó sorban a tálalás. A trendi gasztróújítások speciális fűszerezés és tálalás mellett fontos, hogy a versenyzők megőrizzék a hagyományos ízeket. Abszolút mindenkinek a fantázián bízva az, hogy mit fogjuk behozni a zsűrinek. Ugye nagyon sokan készítik már a kolbászt, úgyhogy öntenek bele pici kis konyakot, vagy borral készítik. Ez mindenféleképpen jó. Ha az ételnek az íze megmarad, ami a kolbászra jellemző, akkor ez ennyi se semmi probléma. Bármikor bárkinek lehet ilyet. Egy nemes gondolat és egy nemes cél is helyet kapott a rendezvényen, hiszen a tombola bevételének összegét a rendezvény szervezői felajánlották a József András Oktatókórház alapítványa részére. Alapszakként edzőképzés indul a Nyíregyházi Egyetemen a 2019-2020-as tanévben. Ez is elhangzott az Edző leszek, nincs akadály elnevezésű rendezvényen, amelynek utolsó, 9. állomása volt az intézmény. Szabó Tünde, sportértfelelős államtitkár elmondta, fontos, hogy az egyre több sportoló gyerekkel felkészült, a legújabb módszereket alkalmazó edzők foglalkozzanak.
Egy felmérés szerint az Európai Unióban 9 millió edző dolgozik. Magyarországon kiemelt stratégiai ágazat a sport, a cél az, hogy minél több gyerek sportoljon. Az élsportban elért sikerek mellett az egészséges életmód és a betegségek megelőzése szempontjából is fontos a testmozgás. A sportolók mellé pedig edzőkre van szükség. A Magyar Edzők Társasága a sportért felelős államtitkárság támogatásával az elmúlt év őszén egy 9 rendezvényből álló sorozatot indított el, amely ma zárult Nyíregyházán. Nagyon sok programot tudtunk elindítani az elmúlt időszakban, pont azért, mert ugye nekünk elsődleges célunk, hogy minden gyermek sportoljon, ehhez létesítményeket fejlesztünk, hogy olyan méltó közegben legyenek a gyerekek, amit tényleg ő hozzájuk az eredményességhez biztosítani kell, és ennek megfelelően nem csak a gyermekek létszámának kell emelkedjen, hanem a maguk a pedagógusok és az edzők, akik szakembereként ott állnak mögöttük, mellettük, úgyhogy éppen ezért fel szeretnénk hívni a figyelmet ennek a hivatásnak a fontosságára, és nagyon nagy öröm számomra, hogy azért lehet látni, hogy folyamatosan emelkedik az edzői létszám is. Nem véletlenül, hiszen olyan megbecsülésnek örvendenek azáltal, hogy nagyon sok programmal tudunk segíteni a sportban élőknek, hogy tényleg jönnek, és akár élethosszan tartó pályának is válasszák a szakemberek ezt a hivatást. A Magyar Edzők Társaságának elnöke elmondta, hogy az edzői pálya most már egzisztenciálisan is vonzó lehet a fiatalok számára. Csak a Magyar Edzők Társasága több mint 2 milliárd forint értékű támogatást kap, ami mindet az edzőkhöz jutatjuk el. Ma már vannak államilag foglalkoztatott edzők is, több mint 200-an, és most már az utánpótlásba is ad az állam ilyenfajta segítséget. Úgyhogy egy nagyon szép karrier lehetőség szerintem ma egy fiatalnak elindulni ezen a pályán. A Testnevelési Egyetemen 12 év szünet után ebben a tanévben ismét képeznek edzőket. A Nyíregyházi Egyetemen a tervek szerint jövőre indul majd be a képzés. Az edző alapszak keretében szakedzői diplomát a kiválasztott sportágban lehet majd szerezni. Még most körvonalazódik, hogy mely sportágokba fogjuk megpróbálni ennek, illetve ne megpróbálni, mert a próba szoktunk mondani, ez kevés. Ezt csinálni kell, tehát fogjuk akreditáltatni az edzőket, és az úszás az biztos, még ezen kívül gondolkodunk atlétikában, a labdajátékokban, de ez majd 19-ben fog igazán realizálódni, mert megemelkedett, hogy így mondjam, az edzőképzésnek a színvonala abban az értelemben, hogy az akreditáció is PhD végzettségű szakedzővel rendelkező oktató kell, aki felelős legyen, tehát a sportági edzőképzésért. Úszásban ugye van mesteredzünk, Vajda Tamás esetében, és még a többi sportágokban is ez majd elválik, hogy hogyan fogjuk tudni biztosítani a feltételeket. A Magyar Edzők Társasága a gyakorló edzők képzésére is gondot fordít, évente mintegy 30 konferencián igyekeznek megismertetni a szakembereket a legújabb módszerekkel. Nyíregyházára érkezett a Barcelona legendás magyar játékosát, Kubala László életét és pályafutását bemutató fotókiállítás. A Continental Arénában nyílt Kubala 90 címet viselő tárlat, a kiváló labdarúgó születésének 90. évfordulójára készült, és Barcelona, Budapest, valamint Debrecen után érkezett a Szabolcsi megye székhelyre. Pazarjáték, elképesztő cselek, kivételes technika. Talán így lehetne a legegyszerűbben bemutatni Kubala Lászlót. A legendás magyar játékos játszott a Fradiban, a Vasasban és a Szlován Bratislavában is, de neve mégis a spanyol sztár együttessel, a Barcelonával fort egybe. Az 50-es években a spanyolok által csak Lassinak nevezett labdarúgónak köszönhető a klub nagyjávállása, miatta növekedett meg a szurkolók száma és építették ilyen nagy méretűre a Camp Nou-t. A klub szurkolói őt választották a 20. század legjobb barcelonai játékosának, halálakor pedig úgy nyilatkoztak róla, hogy Kubala nem csak a Barcelona első sztárja volt, hanem ő maga volt a Barcelona. Az 1927-ben született és 2002-ben elhunyt Kubala László tavaly ünnepelte volna 90. születésnapját. Élete és pályafutása előtt ez alkalomból egy vándorfotó kiállítással tisztelektek Barcelonában. A tárlat most a Katalán város, Budapest és Debrecen után Nyíregyházára érkezett. Jól látható, Nyíregyháza ma már annyi sporteseményt tud adni az itt élőknek, ami egy igazán sportos várossá teszi ezt a megyeszékhelyet, és én abban is bízok, hogy ez csak egy első lépés a barcelonai magyarok és Nyíregyháza között, hiszek abban, hogy a következő időszakban, hónapokban, években sok olyan kapcsolódási pont lesz, ahol a két város, illetve a barcelonai magyarok és a nyíregyháziak majd kapcsolódni tudnak. Ez az első lépés, de nagyon fontos lépésnek tartom. Kubala László azon magyar labdarúgók közé tartozik, akik példaként állhatnak a fiatalok előtt.
Ezért is fontos, hogy minél szélesebb körben megismerjék az életét, többek között ezen kiállítás segítségével. Azoknak az embereknek, akik nem hisznek a sportban, vagy nem hisznek a futballban, minden ilyen megemlékezés azért kell, hogy fontos legyen, mert azt bizonyítja, hogy Magyarországon születtek korszakos zsenik a sportban, jelen esetben a futballban, és az arra ad reményt, hogy a mai gyerekek között is biztosan van olyan, akiben hatalmas a tehetség, az pedig már a mi felelősségünk a sportban dolgozóké, hogy ezek a gyerekek be tudják-e futni azt a pályát, amire a tehetségük predesztinálja őket. A kiállítás március 4-ig tekinthető meg ingyenesen a Nyíregyházi Continental Arénában. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Elfogadta az Európai Parlament szakbizottsága a mézjelentést, amely szerint meg kell védeni a fogyasztókat az Európán kívülről, leginkább Kínából érkező hamis mézzel szemben. Magyarország a harmadik legnagyobb méztermelő az Unióban. A 2016-os statisztikák szerint meghaladja 800 ezeret a méh családok száma, és több mint 20 ezer embernek biztosít megélhetést az ágazat. Idén ünnepli fennállásának 97. évfordulóját a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. A karitatív szervezetben már a kezdetektől 1881 óta tevékenykednek a fiatalok. Többek között az anyák napi ünnepség magyarországi elterjedése is ehhez a szervezethez kötődik. A Flabek Kft. Vehette át idén az év kiváló vállalkozása díjat Máté Szalkán. Az önkormányzat negyedik alkalommal osztotta ki az elismerést a településen. A város számára cél, hogy minél kedvező feltételeket teremtsenek a cégeknek, ezzel segítve nem csak a vállalkozások gyarapodását, hanem Máté Szalka és a térség fejlődését is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 13-án kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is folytatódik a borult, csapadékos idő. Szerda estig egy fölöttünk örvénylő mediterrán ciklon határozza meg időjárásunkat. Az éjjeli órákban is borult lesz az ég, további havazás várható, az észak-keleti szél helyenként megélénkül. Reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is marad a borult, csapadékos időjárás havas esővel, havazással. Az északi szél megélénkül, a Hernád völgyében és a Bodrog közben meg is erősödik. Délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Csütörtökön megszűnik a csapadék, a nap második felében nyugat felől felszakadozik a felhőzet. A folytatásban pénteken és szombaton csapadékmentes, de felhős idő várható rövid napos időszakokkal. A vasárnap érkező hidegfront hatására ismét csapadékosabbra fordul az idő, többfelé várható hó, havas eső. Hétfőn átmenetileg kevesebb lesz a felhő, majd a folytatásban már ismét felhős téli idő várható. Fagyos éjszakákra, de napközben fagymentes időre számíthatunk a következő napokban.